Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Szép délutánt kívánok mindenkinek, remélem sikerül átvészelni ezeket a hőséggel teli órákat az elkövetkezendő bő, vagy nem, szűk két órában. Velem itt van Makai Máté, író, kritikus, és ha minden igaz, Máté futballedző is vagy? Sziasztok, és köszönöm a hívást. Voltam futballedző egy darabig, inkább ilyen tömegsport és kisgyerek utánpótlás történet volt ez, de most már ezt egy ilyen 3-4-5 éve abba hagytam, de igen, volt egy ilyen része is az életemnek. Nagyszerű, akkor az összes aspektusodat érinteni fogja mai beszélgetésén. Azt gondoltam, hogy ezen a kellemes nyári 40 fokban beszélgessünk mindenféle ilyen diffúz dolgokról. Annyi minden történt, meg történik velünk. A magyar közvélemény egy része futballázban ég. Este Münchenben játszik a magyar labdarúgó válogatott. Az ellenzéki pártok ezzel szemben már a kezdőkörben hanyattestek a felfestésben, az is roppantul érdekes, meg úgy egyébként, hogy bírod ezt a meleget? Hát úgy bírom, hogy várom izgatottan a csütörtök éjszakai pénteki hidegfrontot, amikor 36-40 fokról 30-ra visszamegyünk. Úgyhogy elbújtam most egy belvárosi épület sötét gyomrában. Ez most így a legjobb lehetőség, amit nyújtott a mai nap. Én úgy vagyok egyébként ezzel, hogy megfogadtam, hogy egy halvány kritikus megjegyzést nem vagyok hajlandó tenni a nyári időjárással. Mindaz, ami az elmúlt hónapokban történt, nem csupán a bezártság, hanem a tavasz hiánya, a június eleji november, az pont arra triggerelt, hogy felejtsem a kánikulára tett dehonestáló megjegyzéseket el jó mélyen és jó messzire. Tehát én azt gondolom, hogy nem én vagyok a legpozitívabb személyisége Magyarországnak, de megpróbálom a lehető legoptimistább hozzáállással kezelni ezt, és veled is vidám beszélgetést folytatni már amennyiben lehet. Egyébként a követed az EB-nek az eseményeit? Abszolút követem, amilyen meccset csak tudok, ahányat csak tudok megnézek, úgyhogy képben vagyok. Abszolút ilyenkor, hát hogyha egész évben nem nézek meccset, és azt mondom, hogy tavasztal, hogy a Bajnokok Ligája kieséses, egyenes kieséses körében szállok be követni a focit, a ugye világversenyeket így a elejétől a végéig meg szoktam nézni, és izgulok. Ezzel én is így szoktam lenni, és momentán nagyon kellemes meglepetésért. Őszintén szóval is szontyolottam már itt az elmúlt években, hogy a foci annyi minden máshoz egy ilyen kiszámított technikai sport lett, rengeteg jellegét vesztett csapattal, és ehhez képest látunk egészen karakteres csapatokat, motivált játékosokat, hibákat végre. Én teljesen a hatás alá kerültem a mostani európai bajnokságnak. Abszolút, én is így vagyok fel egyébként, tehát azért itt mindenféle oka van annak, hogy az elmúlt 5-10 évben miért torpant meg akár a foci, ennek nyilván taktikai foci történeti oka is vannak, hogy miért úgy alakultak a dolgok, ahogy. És de én is ezt érzem, hogy azért volt felsúltság így a 10-es években, és most azért így frissek pörögnek a fiúk. Hát nyilván bennük van az, hogy megmutassák magukat az elmúlt egy év dolgai után, tehát azért, aki hozzászokik ahhoz, hogy hetente egyszer, akár kétszer, 50-60 ezer ember előtt játszom, annak azért nem biztos, hogy inspiráló volt így egy üres stadionban játszani, és most azért ez megint kezd visszajönni fokozatosan. Hát ez a nem biztos helyett szerintem nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy biztos, hogy nem. Ehhez képest ez valóban felüldül. És mit látsz egyébként a környezeteden most? Mert a melegről a melegre váltva, vagy a melegről a melegekre váltva némileg, nekünk azt hiszem, hogy nem okoz az ég egyet a világon semmilyen gondot az, hogy felhőtlenül szurkolni tudjunk a magyar válogatottnak, vagy örülni egy bravúr döntetlennek, és mindeközben jó mélyen meglegyen a véleményünk a homofób passzusokról, a pedofilnak nevezett törvényben. De úgy látom, vagy úgy néz ki, hogy legalábbis a szándék az, hogy ez egy ilyen vagy-vagy megosztás legyen a magyar társadalomban.
Hát igen, mert mint ahogy mindenben itt is ez a polarizáció, ez eléggé leosztja a csapatokat, hogy maradjunk így a terminológiánál, és hogyha az egyik oldalon az egyik igent mond az egyikre, akkor a másik oldalon a kötelessége nemet mondani a másikra. Az elmúlt években azért, hogy a világverseny volt, így követtem a Facebook ismerőseimnek a posztjait, és mindig volt pár ember, aki büszkén kiírta, hogy ott mennyire nem érdekli a foci, miközben odakint ezrek szurkolnak a villamos sineken a kocsik tetején, amikor például 16-ban, amikor Franciaországban jól szerepeltünk, de most ezt talán kevésbé érzem. És azért bennem is voltak ilyen érzések, tehát azért így, akkor így a sálat magamra kaptam, és kimentem az utcára, így elgondolkodtam azon. Ez egy rossz reflex, hogy... Mármint 4 évvel ezelőtt kaptad magadra a sálat, nem most, mert ha még ha, esküszöm, hogy valamilyen kitüntetést adnék neked, ha most még sálsapkával is burkolóznál. Nem. Az övem igazából az első meccsen a nyakamban hordtam, mert akkor még nem volt olyan meleg, de most már csak az övembe tűzre. De hogy beindult az a reflex, hogy nem az, hogy mit fognak rólam gondolni, de hogy ez a polarizáltság megvan, hogy aki mondjuk tüntetően hazafi, arról egy bizonyos csoportnak az a véleménye, hogy hát, hogy ővel én nem akarok beszélgetni, de hogy ez a foci azért ezt felülírja én szerintem. Tehát én azt látom, hogy képes rá. Figyelj, te... Ismeretségi körömben is. Igen? Te, mint volt futballedző, gyerekekkel foglalkozó, volt edző, azért van, legalábbis még gyerekkori emlékeim szerint, azért van egy nagy adag macsizmus a futballban. Hát, hogyne. Ehhez igen. Képest számodra nem meglepő az ilyen szivárvány szín kapitányi korszalaggal kiálló csapatkapitányoknak a sora? Most már a német kapus után a holland válogatott csapatkapitánya is így készül Budapestre. Miféle fordulat játszódhatott le itt az elmúlt időszakban? Hát eléggé meglepő, tehát abszolút a foci közegét mindig úgy érzékeltem, hogy elképesztően soviniszta, macsó, és hát valaki mondjuk gyengének mutatkozik, vagy van, aki mondjuk, nem tudom, feminínének mutatkozik, akkor az sohasem volt nyerő. Ellentétben azzal, hogy mennyire sokkolóan tudnak foglalkozni magukkal, mint a focisták így esztétikailag. De hát csak úgy hozzak egy irodalmi példát, hogy ez mennyire váratlan fordulat. Nemrég olvastam angol író Philip Kerr-nek az egyik könyvét. Egy fiktív londoni csapatnak az edzőről szól, ahol egy bizonyos edző meghal, és ezen kapcsán alakul ki egy nyomozás, és hát ott előkerül, nagyon szépen körbejárja a foci világát a regény, ez egyébként magyarul kieső helyen címmel jelent meg, és ott segédedző a főszereplő, aki elbeszél a történetet, és megkeresi őt egy játékos, hogy ő bizony meleg. És azt tanácsolja neki a segédedző, ő maga úgy mondja, hogy őt igazából nem érdekli, foci, az emberek, ő nem előítéletes, de mondja neki, hogy ne coming out olyan lehetőleg, mert nem biztos, hogy ez jó fényt vett rá. Tehát, hogy ez így az irodalomban is így tematizálódik, hogy ez ezt át kell ütni, ezt a falat. És hát azért most elég egyértelműen elindult az irányban valami, és elég vicces, hogy erről közvetett módon mi magyarok is tehetünk. Egyébként egyfelől tehetünk, másfelől viszont az erről való diskurzusnak a csődjét, azt mi sem mutatja jobban, mint hogy Gulácsi Péterrel már a meccs helyszínén volt, tehát ez a szokott mini interjú meccs előtt, ahol azt, hogy neki megvan a véleménye az egész kérdéskörről, mert ugyebár a Müncheni stadion szivárvány színűre festésének, illetve az annak a megtiltásának problematikája volt a kérdés, és akkor ő azt mondta, hogy mindenki ismeri a véleményemet erről, de mindezt németül mondta, csak elmagyarul már nem. Mint hogyha megállna Hegyeshalomnál, illetve a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérnél az erről való csevej. Hát igen, és egy legnagyobb probléma azzal, hogy nem feltétlenül volna szükséges akkor ügyet keríteni belőle. Tehát, hogyha valakinek ez fontos, hogy az legyen gesztusértékkel, akkor elfogadhatjuk, hogy gesztusértéke van. Tehát én nem tudom. Én nem tudom, megmondom őszintén, folyamatosan gondolkodok erről az ügyről, hogy fél óránként, óránként jön ki ezzel kapcsolatban valamilyen hír, és ugye nem, most szívem szerint én azt mondanám, hogy engem nem zavar, mert ez egy gesztust értékelem, és az elképesztően fontos, de ez egy összetett történet, és benne van már politika, benne van a német politika, benne van a nemzetközi, a magyar, akkor nyilván ezekkel a
focistákkal történt ilyen kinyilatkoztatásokkal kapcsolatos dolgok az elmúlt hónapokból. Tehát borzasztóan nehéz megmondani, hogy most melyik a lenne a helyes, hogy most színes legyen, vagy ne legyen színes a stadion. De azért itt látjuk, hogy UEFA az kemény oda csap az asztalra, akár üdítőkről, akár színekről van szó. Egyébként ez nagyon mulatságos volt, ugye a magyar szurkoló 2016-ban, meg talán meg előtte is Cristiano homoszexuális skandálással vonultak végig. A Coca-Cola tavaly nyáron kihozta a Love is Love kampányát, majd Cristiano Ronaldo megvetéssel félrelökte a Coca-Colát. Szerinted ennek mi a megfejtése? Én nem tudnám összeadni, hogyha a B középben próbálnék ennek valamiféle megfejtést adni. Én szerintem Ronaldo egyszerűen az a fajta sportember, aki 120%-osan profi. Tehát, hogy végignézve a karrierét, végignézve a fizikumát, az, hogy 36 évesen még mindig úgy rúgja a gólokat, hogy mint más 26 évesen se, és mindezt egy 100%-os eltökéltséget teszi. Én el tudom képzelni róla, hogy neki ez ilyen filozófiai problémát jelentett, hogy már végül nem fog egy Coca-Cola előtt nyilatkozott adni. Én ezt el tudom róla képzelni. Mondván, hogy az cukros, meg szirupos, meg nem tudom, micsoda? Igen, igen. Hogy hát nyilván meg lehet nézni, hogy parmezánt lehet reszelni a hasizmain, tehát egy kisportolt felkás ember, és bevaj. Ezt várja, ne haragudj ezt a hasonlatot még egyszer. Mit lehet csinálni a hasizmain? Parmezánt reszelni. Hát ezt is szokták mondani, hogy valakinek annyira kockás a hasa, hogy nagyon. Szóval én szerintem egész egyszerűen profi, és azt mondja, hogy hát a cukros üdítő az nem. Hát jó, hát én... akkor a női hallgatóknak mondom, hogy hát a parmezánt nem is, de sétbrit, az talán esetleg lehet a hasamon reszelni. Jó, érdekes, elraktározom valahogy. Ha már itt a szimbólumokat hoztad szóba, mint irodalmárként nem érdekes számodra roppantul az, hogy elvben egy materiálisnak nevezett korban, ahol mindent megpróbálunk valamiféle jól körülírható, megfejthető adatra, fizikai okra visszavezetni, mennyire a szimbólumok, azon szimbólumok körül forog minden, amelyből egyébként nem következik semmi a holnapi napra. Igen, a holnapi napra. A szimbólum alapvetően nem egy logikus fogalom. Most a szó eredeti jelentésére visszamenve, az két dolog alkalomszerű egymás mellé kerüléséből indul ki. Tehát, hogy A dolog oda kerül B dolog mellé, ezért A utal B-re, B meg utal A-ra, és közöttük nincs alapvetően jelentésbeli összefüggés. Tehát éppen ebből kifolyólag szimbólum már bármi tehető, és bármit jelenthet. Nem kell feltétlenül komolyabb indoklást tenni mögé, nincs benne feltétlenül logikai érvelés, egy teljesen esetleges dolog, és a végtelenség manipulálható. És mennyiben erős ennek az identitásképző ereje? Akár hát, amit most látunk. Mert én azt látom, hogy a szimbólumok nagyon sokszor elfedik itt a valóságot, mondjuk a székely zászló az 2004-es, és a székely zászló szentsége, annak a bírálhatatlansága, annak a nemzet megtartó ereje, szimbolikája, az egy bizonyos körben, ez így van, hihetetlen dühöt tud kiváltani mindenféle kritika. És nagyon sok esetben ők azok, akiknek semmiféle közvetlen benyomásuk nincsen. Azokról, akiknek elvben ez a szimbólum, a szimbólumuk lenne. Még ha kreált is. Abszolút identitásképzésre való. Tehát, hogyha megnézzük akár a zászlóknak, vagy a címereknek így a történetét, vagy létjogosultságát, azért ennek borzasztó van régi hagyománya van, hogy szimbólumok körül gyülekeznek csoportok, és így ez a legegyszerűbb módja a jelentés, úgy is mondja, átvitelnek. Igen, igen, igen. Meg közvetíteni azt, hogy meghúzni a határokat, egymás mellé rendelni dolgokat. Tehát ez szerintem a legegyszerűbb dolog. Mint ahogy ugyanúgy egyszerű dolog például identitást képezni azáltal, hogy kifejezi valaki, hogy ki az, aki én nem vagyok. Magyarán szólva, ki az, akit én utálok.
Nem biztos, igen, erre próbáltam utána, ez nem biztos, ez a nagyon híres Huntingtoni megfejtés, amit én a magam részéről utálok, ha már az utálatnál tartottunk, hogy nem az a fő kérdés, hogy ki vagyok, hanem az, hogy ki nem vagyok, kivel igen. szemben határozom meg magamat. Nagyon-nagyon erőteljesen ennek a valóságát látjuk jelen pillanatban magunk körül, abszolút. De az ürességét is. Hogy végül is igen. nincsenek olyan kézzelfogható dolgok, amelyhez vissza lehet menekülni. Tehát azért az identitások alapján mégiscsak voltak dolgok, nyelv, hagyomány, hétköznapi kultúra és a többi. A puszta negáció az nem olyasmi, amihez mint ősforráshoz vissza lehet térni. Abszolút, és hát szerintem ez összefügg a 20. század történelmi és ezzel összefügg filozófiai tapasztalataival, hogy amikor így valamit egyértelműen valami mellé rendelünk, akkor az már az gyanús. Tehát, hogyha egyértelmű jelentést teszünk, vagy kinyilatkoztatunk, vagy ha csak egy véleményt formálunk valami mellett, akkor abban már benne van annak a lehetősége, hogy gondolkodásom egyszer, egy pillanatban esetleg ilyen totalitáriusként értelmezhető. Nem tudom, világos, hogy mire gondolok. Tehát, hogy van is egy számomra kedves német származású amerikai irodalmár kultúra elméletíró Hans Ulrich Gombrecht, aki írt egy könyvet, egyszer több könyvet, meg hát az egész életművét ennek szenteli, és készítette erről egy kisebb elemzést, hogy léteznek szerinte úgynevezett jelenlét, meg jelentés alapú kultúrák, és a jelenlét alapú kultúrának nevezte azokat, ami jellemzően mondjuk a középkoriakat, a vallás alapító kultúrákat, ami kinyilatkoztatásokra, állításokra épülnek föl, még ezzel szemben a mi kultúránk, egyfajta jelentéskultúra, ami folyamatosan halmozza a jelentéseket, és ezáltal folyamatosan elodázza azt, hogy állítást tegyen a valóságról. Tehát ezt most a politikától a közbeszéden át a művészetekig el lehet vinni, hogy ez mit jelent. Na hát akkor vigyük el, hogy mit jelent ez a, mondjuk a politikában, mit jelent ez ebben a jelenlegi vitaszituációban? Mert én érdeklődéssel hallgattam, amit mondtál, de ezt megpróbáltam valahogy a szivárvány színre vonatkoztatni, és ennek a történelmi alakváltoztatása hirtelen nem jelent meg a szemem előtt. Hát alapvetően itt arról lehet szó, hogy ma már, most ha megnézzük, hogy a jellemzően a politikailag korrekt kultúrára nagyon jellemző azt, hogy az állításuk jó részét például óvatossági alapon, hogy nehogy botthajtásokra ragadtassák magukat az embereket, próbálják kigyomlálni. Tehát próbálják kialakítani egy ilyen gondolati nyelvi safe space-t, ahol nehogy véletlenül a sok-sok állítás közül, amit teszünk, valamelyik mondjuk bántó legyen. És ezáltal tulajdonképpen halogatja azt, hogy ő állításokat tegyen a világról, és ha megnézed, hogy ahogy zúdul ránk az interneten az információ, ahogy zúdul ránk mindenhonnan az információ, hogy gyors az életünk, hogy nincs időnk 5 percre leülni, becsukni a szemünket, igazából nem vagyunk képesek jelentéssel felruházni a saját világunkat, értelmezni azt, mert az értelmezéshez nem lehet folyamatosan mozgásban lenni, ahhoz le kell ülni és be kell csukni az ajtókat. És akkor, igen. Figyelek, és akkor egy és akkornál vettem levegőt. És akkor itt képbe jönnek a szimbólumok, hogy nem kell jelentést adni a dolgoknak, elég csak szimbolikusnak lenni. Hát megnézed bemész bármelyik pláza moziba, és megnézel egy filmet, nincsenek karakterek, nincsen valódi történet, forgatókönyv, dramaturgia, minden csak szimbolikus. A hős egy kicsit izmos, ezáltal szimbolizálja a hősiességet. De igazából nincsenek átmenetek, nincsen végigmondva egy történet, nincsen végigmesélve egy karakter. Tehát a mozi az például erre már nem képes. Én például Nem biztos, Máté, hogy ez egy olyan feltétlenül a baj. Én azért mondjuk láttam az elmúlt években nem egy olyan új alkotást, ami teljesen klasszikus narratívát követett végig. Megvoltak benne a dramaturgiai kötelező kellékek, és láttam olyat is, ami nélkülözött minden ilyesmit, és a közönség ez utóbbival tudott kevésbé kezdeni valamit. Mondjuk, ami a Saul fiát napszáltától elválasztja. Az utóbbinak nincsen klasszikus narratívája. Én mondjuk imádtam, jobban szeretem, mint a Saul fiát. Ez egy filmnyelvi eszközökkel építő valami. Nem, én ezt nem érzem feltétlenül gondnak. Hát
Alapvetően igen, lehet mondani azt, hogy alkalmazkodik így a kor szelleméhez, de nyilván nem lehet elhatárolni a dolgokat anyagi szituációktól, tehát érdekektől. De most például nekem egy populárisabb példa ugrott be, például ha megnézed az új Csillagok háborúja filmeket az elmúlt 5-10 évből, pusztán a szimbolikus. Visszahozza a megfelelő karaktereket, valódi sorsuk, valódi történetük nincsen, van múltjuk, de jelenük már nincsen. Tehát olyanok, mint a sportoló, aki a múltjából él, és még x éves korában is azzal haknézik, hogy mekkora gólt lőtt ő, nem tudom, 92-ben is. Ez nem lehet, hogy a Neverending Story kultúra? Tehát mondjuk akár a Gyűrűk urának, akár a Csillagok háborújának, és akár később a Harry Potternek a története nem azt mutatja, hogy a 20. század második felének emberiség az így elmenekült a mesébe? És hogy a mese meg nem érhet véget? Egyfelől igen. Másrészt meg ugyan itt van egy érdekes, szerintem egyfajta realista mozzanat ebben, hogy sokan ki vannak borulva, hogy hát nem igaz, hogy minden történetet folytatnak, hogy mindennek csinálnak egy folytatást, egy előzményt, egy mellékszálat, de igazából szerintem ez például tökre életszerű. Tehát, hogy sokan nem tudnak például azzal mit kezdeni, amikor lezárnak egy történetet, legyen az Trónok harca, vagy Csillagok háborúja, vagy akármi, és nem tetszik nekik a lezárás. Most mindegy, hogy most miért, de hogy úgy általában a lezárás problémát jelent. És ebből a szempontból realisztikusabb egy sorozat. Vagy hát az a Neverending Story, amit mondasz, abból a szempontból is, hogy el lehet benne bújni ilyen eszképista módon. Másrészt meg... Hát meg ki lehet bújni a világból, hogy van igazából egy másik világ, amit lehet folytatni, és főleg aztán ugyebár, amikor a Csillagok háborúja sztori mint olyan beindult, akkor még nem is volt internet, és aztán amikor lett, és új életet kezdett a Csillagok háborúja maga is, onnantól kezdve meg végtelen a tér egy alternatív életet élni. Igen. De egyébként én ezt tökre pozitívnak tartom, tehát, hogy ilyen-olyan mellékszálakat csapnak hozzá az ilyen nagyobb, erősen rendelt történetekhez. Például nekem, mikor így a gimnázium végén így bekattant annak idején a Gyűrűk ura, én azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne egy ilyen fanfiction-t írni, ahogy a Gandalf varázsló ül a könyvtár szobában és olvas, és valamiféle filozófiai problémát fejt meg, hogy így az egészen a vulgáris hétköznapokig megmutatni egy ilyen karakternek a történetét, és mintha ezt kezdenék el a sorozatok, tehát. És ez szerintem nem egy rossz tendencia egyébként. Nem tudom, hogy biztos, hogy feltétlenül jó-rosszat hozzá kell csapni. Igen. Lehet látni előnyeit, és lehet látni mondjuk a veszélyeit. Azt azért mondjuk látjuk azt az embertípust, aki most a valóság helyett tényleg elkezdett élni sorozatokban és számítógépes játékokban. Ezt teljes egészében veszélytelennek azért nem mondanám. Miközben persze szívesen elolvastam tőled azt a novellát, ahol a Gandalf ül a WC-n egy képregénnyel a kezében. Sajnos ez nem született meg, de lehet, hogy ezek után megfog. Hát bármikor. Írtál ugye te is disztópiát, nem olyan régen az Azonnalinak a novella pályázatát, 2 évvel ezelőtt ezzel nyerted meg, szűk 2 évvel ezelőtt. Igen. És akkor egy ilyen közösségi médiás influencer helyzetet helyeztél át egy 40 évvel későbbi világban. Igen. Akkor egyébként benne is éltél? Beleélted ebbe teljesen magadat? Elég nyomasztó helyenként az írás. Nem akarok senkit lebeszélni róla. Én nagyon élveztem minden egyes sorát. Live, mit kezdene Európa a halhatatlansággal címet viseli? Láttad-e magadat Dublinban tudósítóként, konferencia résztvevőként? Halottak közben? Között? Két kiinduló pont, amit megneveztél, tehát az egyik, amit megneveztél Dublinban, folyamatosan látom magam, mert kedvelem azt a várost egyébként nagyon, és egyébként nekem ez egy ilyen szimbolizmus, tehát Dublin nekem szimbolizál valamit, és ezért helyeztem oda a történetet, de akkoriban én azért nyakra főre politikai szövegeket olvastam, könyvet, cikkeket, nagyon fejben benne éltem úgy általában a közéletben is, és akkor igazából ez indította el, adta a lökést, tehát hogy az a novella is indul egy ilyen
ugye fiktív politikai közeget vázol fel, és hát azért a halhatatlanság kérdése az ilyen világtörténelemmel, meg egyéb kortárs ilyen technikai filozófiákkal foglalkozó szövegekben azért már így elég erősen előkerült, és hát így ez ennek a párosítása okoztaná, hogy ezt így nagyon ezzel foglalkozni kell, de amúgy a disztópia az szükségszerűen nyomasztó, de ezen sokat gondolkodtam, és én ezzel is foglalkoztam, nem olyan rég írtam egy cikket a disztópia nyomasztóságával, felemelő nyomasztóságával, nyomasztósága mellett szemben az utópia végtelen unalmasságával. És hát a disztópiának nyomasztónak kell lenni ahhoz, hogy jelentést hordozzon, vagy állítson valamit a jelenről. Szükségszerűen unalmas minden utópia? Nem szükségszerűen, de... Mit sűsz, kis szűcs? Igen, beletöltöm is kell. Hát én nem szeretem az utópiákat. Nem mondom, hogy szükségszerűen unalmas, de dinamikusabb műfaj a disztópia. Ez nyilvánvalóan így van, és mondjuk a kedélyállapotunknak is szerintem jobban megfelel jelen pillanatban a jelen feldolgozásának, főleg az elmúlt másfél év feldolgozásának, valahogy nem a derűs utópia lesz, azt hiszem, a meghatározó műfaja. Milyen disztópiákat tudsz elképzelni születni az elmúlt másfél évben? Bocsánat, azt mondanám, még egyszer nem hallottam. Milyen disztópiákat látsz magad előtt megszületni az elmúlt másfél évből? Nem csak irodalomban, de mondjuk filmen, sorozatban. Ha most megbízást kapnál Hollywoodból, vagy hát, bárki. Hogy milyen művek... Fogják feldolgozni ezt az időszakot? Hát, én is megpróbálom. De viccet félretéve. Hát egyébként folyamatosan szedik össze a irodalomból a sorozatkészítők a jobbnál jobb könyveket, egyszerűen elképesztő mennyiségű jó szöveg van. Philip K. Dicknél, hát Margaret Atwoodnál is. Egyébként, hogyha a disztópiát így párosítjuk a klímakatasztrófával és ezzel foglalkozó dolgokkal, akkor például Margaret Atwoodnál vannak nagyon jó szövegek. Ott van például a Guvat és Gazella, ami egy ilyen, és a ráépülő Mad Daddan trilógia, ami egy eléggé izgalmas és konkrétan körülép világot mutat be. Már egy abszolút ilyen humán-ökológiai katasztrófa után vagyunk az első könyvben. Azt szerintem egy felgetegesen jó lehetőség. De hát elképesztően nyomasztó lehet most egyébként disztópiát írni, mert akár mondjuk ha a Black Mirror sorozatra gondol az ember, ami így a disztópiák ötletbörzéje, minden rész egy külön világ, egy külön probléma, egy külön regény lehetne. Népszerű műfaj. Tehát elképesztően el vagyunk velük másról. Említetted, hogy rengeteg jó szöveg van, és ezt a magyar irodalmi életre vonatkoztatva hogy látod? Disztópia nálunk kevésbé népszerű egyelőre. Vannak szövegek, de még azért úgy gondolom, hogy nem tört át, akár a fősodorban, de ez egy általános dolog a nem szociografikus vagy történelmi kiindulású, indítatású szövegénkkel szemben. Tehát ezért él az irodalmi fősodorban egy gyanú olyan szövegénkkel szemben, ami nem a mi kis, nagy, nyomasztó történelmi valóságunkkal foglalkozik. Jelentek is meg ezzel kapcsolatban tanulmányok, cikkek, hogy azért a mostani generációk, mostani 30-as, 40-es generációnak a kísérletei már azért elkezdték ezt kikezdeni, mind teoretikus, mind irodalmi szinten. Úgyhogy tudom ajánlani a Pré-nek, a folyóiratnak a spekulatív fikciók számát, ami ezt a problémát feldolgozva, és akár egy konkrét irodalmi jegyzékkel is ellátja az olvasókat, fantasztikus irodalomtól a urban fantasy, tehát az ilyen városi fantázia, nem tudom, hogy fordítsam jól, nem biztos, hogy lehet, műveken át a disztópiákig. Én megmondom őszintén, hogy várok egy masszív, ütős valamit, csak hát nehéz úgy erről írni, hogy több szempontból is benne él az ember. Tehát szerintem ízléstelen lenne például már most a járványról írni,
Hát már pedig szerintem ez fog következni ebből az élményben, de én nem feltétlenül pusztán a disztópiákra akartam csak utalni, hogy általában a magyar szövegekre, de akkor erre és a halhatatlanság kérdésére térjünk vissza egy kicsikét később, mert időközben itt van velünk a vonalban Léderer András is. Szia! Szia András! Hello, más... Jó napot a hallgatóknak is! Mindenkinek tolmácsoljuk a jó napotodat, meg a sziát is. Beszéltünk Makai Mátéval az elmúlt fél órában, mesékről, szimbólumokról, fociról, társadalmi megosztottságról. És akkor ezt most ez így szépen csokorban fonjuk egybe, András. Te a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa vagy, számtalan civil megmozdulás szervezője és a következő kérdés jó ismerője. A Meseország mindenkiével indult. Mese, és a müncheni stadion szivárványossága körüli purpárléba torkolt, az a hát majdnem egy év most már Magyarországon, amelyik az egyik kiemelt pillanata volt a múlt héten elfogadott pedofilnak nevezett, és egyébként más egyáltalán nem pedofilokat érintő paragrafusokat tartalmazó törvény elfogadása. Számítottál-e arra, hogy ez a kérdés, a homoszexualitás, a melegek, a velük kapcsolatos társadalmi előítéletek fognak beemelkedni ismételten a közbeszédben? Egy pici pontosítást, ha megengedsz, mert nem, semmiben nem értek egyet soha senkivel. Szóval, hogy egy pici pontosítást, ha megengedsz, hogy valóban persze ennek a turbo fokozatra kapcsolása az a Meseország mindenki duro-dóra darálás és egyebekkel kapcsolódott, de a történet ott nem a semmiből jött. És annyira nem a semmiből jött, hogy hát te voltál akkor még a HVG Publi rovat vezetője, amikor én odaírtam több mint hat évvel ezelőtt egy cikket, aminek az volt a címe, keményen buzizó kisember. Én nagyjából egészéből megvan az összes létező cikk a fejemben, amit valaha szerkesztettem, Makai Máté is példának okáért. Ő Harariról írt. Hát én nem Harariról írtam, hanem Orbán Viktornak. Azt én tudom, hogy te nem, de a Máté írt Harariról. Egy 2015-ös kijelentéséről, ezt csak azért hozom ide, mert hogy ott már eléggé világosan megszabta az irányt. Most direkt megkerestem, és konkrétan ezt mondta, hogy ha bármilyen irányba elmozdítjuk ezt a rendszert, utalva itt az LMBT közösség gyakorlati és jogi helyzetére Magyarországon, akár mi, mármint hogy a kormány erőteljesebb szabályokkal lépünk föl, akár a homoszexuálisok közössége kirívóbb magatartást tanúsít, akkor a mostani békés, nyugodt, egyensúlyi állapot meg fog bomlani. Ez az a 2015-es év, ahol elindultunk a pisiltessük az újságírókat drogtesztel, állítsuk vissza a halálbüntetést, megbontják a melegek a békés egyensúlyi állapotot, jönnek a menekültek című ilyen vakon lövöldözés volt a kormányzati kommunikációban. Nyilván ki kellett próbálni, hogy mi az, ami ebből működik, és mi az, ami nem. Tudjuk 6 évvel később, hogy mi volt az, ami működött, és mi az, ami nem. De azt akarom és meglepő módon a menekültek. Én például arra ott és akkor nem fogadtam volna. Azt láttam, hogy van egy ilyen lövöldözés, igen, ahogy te utalsz, hogy melyik lesz a vezérmotívum a 18-as választásokig húzódó időben. Én egy fillért nem raktam volna arra, hogy ez a migráció lesz, és az lett. Hát és az lett, és most úgy tűnik, hogy a tavalyi évben sem igazából a Meseországgal kezdődött, az volt egy ilyen nagyon látványos akció talán az emberek többsége számára, de hát tavasszal a veszélyhelyzet csúcsán, az első hullám csúcsán, akkor ugye ugyanúgy ülésezett a parlament, mint most, és akkor egy család a törvényben, semmilyen Zsolt nevével fémi az a család a törvényben, benne volt az elhíresült 33-as cikk, ami igazából ugyanilyen értelmetlen módon rugott bele a maroknyi embert számláló magyar transz közösségbe, amikor lehetetlenné tették
a nemváltás jogi elismerését, hogy arra mi szükség volt, milyen társadalmi igény, milyen valós problémára reagáltak így, amivel aztán lehet egyetérteni, vagy nem egyetérteni, semmilyenre már akkor elkezdődött ennek a történetnek a felépítése, úgyhogy ha így kérdezed, akkor annyira nem vagyok meglepő. Szóval az, itt azért nem csupán arról van szó, hogy a NER és a transzneműek között van egy vita, vagy idegenkedés a hagyományos magyarországi jobboldali szavazó tábor és a transzneműek között. Van egy félelem, amely megjelenik másoknál is. Betlen Anna hosszan beszélt arról, hogy a nem váltó műtéteknek propagandája van, és ez mennyire káros, mint ez egy Ónódi Molnár Dórának adott jelen interjúban. Na most Betlen Anna az egyik hazai élfeminista. Azt ugye egyrészt ne várj tőlem, hogy ebben a vitában én most itt nagyon értelmes, részletes érveket fogok tudni neked hozni, mert nem a területem, de azt te tudod, és a hallgatóknak mondom, hogy ebben a kérdésben a Betlen Anna álláspontja az az egyik pólusa a feminista közösségen belüli vitának. De hagyd térjek vissza, megenged egy pillanatra így az összképhez, vagy a big picture-hez, mert a Meseország is, a 33-as cikk is, ez a 2015-ös idézet is, stb. Szóval ez szerintem összehasonlíthatatlan azzal az aljassággal, amit ennek a törvénynek a kapcsán művelnek. És nem csak a konkrét jogszabályra gondolok most, hanem az azt leöntő kormányzati és kormányzati médiában látható propaganda szövegekre. Az, hogy így megpróbálják így összemosni az LMBT közösségnek az egyes konkrét tagjait a pedofiliával és a pedofilokkal. Na, ha így kérdezed, hogy ezt láttam-e, vagy számítottam erre, hogy ilyen bekövetkezik, ezt nem, mert egyrészt ez rendkívül aljas, rendkívül gonosz, és mondjuk egy olyan 80 éve túlhaladott ilyen sztereotíp közhelyeknek az ismételgetését. Szerintem engem ez a része ez kifejezetten meglepett. Engem azért nem lepett meg, te azért foglalkoztál politikával főállásszerűen. Tudod, hogy zajlik egy politikai kampány. Itt, és ezt félre ne értsd, nem szeretném más nyakába varni, nem szeretnék felelősséget levenni senki válláról azért, amit követ, de hát itt egy egymást kiegészítő folyamatok vannak. Tehát a kalettázás sem állt meg a jó ízlés határainál. Feltétlenül szüksége volt arra a legharsányabb, legbulvárosabb ellenzéki vélemény formáló orgánumoknak, hogy az egyébként karrier diplomata Kaletta Gábor kényszeresen összekapcsolják a Fidesszel. Nem volt elég az, hogy azt a hibát vagy bűnt a fejére olvassák a kormánynak, amit valóban elkövetett, hanem azt túlhajtva megpróbáltak ők egy pedofil ügyet úgy kreálni, mintha ez a kormány ügye lenne. És hát egy ilyen rendszerben azt hiszem, hogy nem lehet taktikázni, és nem lehet nagyon füllenteni, vagy hazudni, vagy mellé beszélni, mert akkor jön a kormány, azt mondja, hogy fogd meg a söröm, hogy na jó, kalettázza, akkor megmutatom én, hogy az milyen igazából. Oké, csak az a helyzet, András, értem, amit mondasz, csak az a helyzet, hogy ebben a konkrét ügyben nem az volt a kérdés, hogy a Kaletta nézegetette pedofil képeket, vagy sem, mert nézegetett, hanem amit te mondasz, hogy ezt mennyire tudja mondjuk a politika, vagy a politika egy része rátolni a Fideszre. Ez egy kommunikációs kérdés, és az, hogy ez fájt a Fidesznek, vagy haragudott, nem tudom, ez nem érdekel, nem vagyok a pszichológusuk. Amit ebben a törvényben csinálnak, az viszont nem ezeknek a sajtóorganumoknak, vagy konkrét politikusoknak az életének a tönkretétele, hanem olyan embereknek, akik lehet, hogy azt se tudták, hogy mi az a Kaletta ügy. Tehát az az ember, az a lány, aki rám írt a törvény elfogadása után másnap reggel Nyíregyháza mellől, hogy látott előző nap a Partizánban, és azzal fejeztem be a mondatomat, hogy ez a fontos, hogy maradjunk meg egymásnak, és hogyha valaki egyedül érzi magát, akkor
merjen szólni, merjen segítséget kérni, és figyeljünk oda egymásra, senki nincs egyedül, és a többi, hogy akkor ezek után gondolta, hogy rám ír ennek a lánynak, mi az Isten köze volt ahhoz, hogy Kaleta Gábor lebukott, hogy ezt utána ki hogyan tálalta és interpretálta nekem. Az a bajom ezzel az egész szabályozással, hogy itt tényleg konkrét embereknek az életét teszik tönkre. Lochner Zoltán. És nem annak, aki a Kalet, tehát értem, amit mondasz, csak nem ez a nyírségi lány volt az, aki ebből az ügyből bármilyen politikai hasznot próbált generálni. Hát ez nyilvánvalóan így van, senki sem a sajátjával veri a bozótot alapvetően. Lochner Zoltán azt mondta a múlt héten itt nekem, hogy ő arra számít, hogy ezzel a törvénnyel azért az lesz, mint a civil törvénnyel. Hogy nem fog történni szerinte a gyakorlati életben semmi különös, már csak azért is, mert hogy aminek viszont történnie kellett volna mondjuk az iskolákban felvilágosítás terén, az amúgy sem történt. Itt ennek a rossz érzés, ami eszkörbe lenni, azt nehéz elviselni. De, hogy szerintem itt más is van, én ebben nem értek egyet az Olival. Kevés dolog egyik. Szóval ebben nem értünk egyet az Olival, mert egyrészt a civil törvénynek is volt következménye. Attól még, hogy nem arról szólt, hál' Istennek, mert nem történt ilyen a magyar média megmaradt független része, hogy melyik civil szervezeti vezetőt viszik el bilincsben, vagy számolják fel a szervezetet, mert ilyen nem történt. Az viszont, hogy ennek milyen dermesztő hatása volt, és mondok neked majd konkrét példákat, meg erre is mondok mindjárt példákat, hogy ennek a törvénynek milyen ilyen dermesztő hatása lehet. Mondjuk például, amikor arról beszélünk, hogy egy iskolában ahhoz, hogy a homoszexualitásról bármilyen módon szó essen, ahhoz ebbe a különleges Kásler Miklós vezette minisztérium által majd létrehozott nyilvántartásba kell bekerülni, és akkor csak az a szervezet, csak annak az adott embere beszélhet az iskolában erről. Itt van abban a helyzetben, amikor a szünetben összeverekszenek a gyerekek, és megkérdezi az osztályfőnök, hogy itt most mi történt, és azt mondják, hogy azért vertük meg a Gézát, mert ő buzi. Ebben a helyzetben, úgy, hogy életben van ez a törvény, egy ennyire elképesztően polarizált, hiszterizált helyzetben, amiben évek óta élünk Magyarországon, melyik lesz az a tanár, aki azt fogja mondani, hogy nem érdekel, hogy majd melyik szülő fog engem ezért feljelenteni, vagy melyik kolléga fog engem ezért bepanaszolni a tankerületnél, vagy az iskolaigazgató, vagy nem tudom hol. Én most leülök ezekkel a gyerekekkel, és átbeszéljük, hogy mi a probléma azzal, hogy valaki meleg, és miért kell azért mondjuk őt bántani. Hát ezt azért majd meglátjuk, ugye a kérdés legnagyobb részt a középiskolásokat érinti, jó felsőtagozatosokat is. De arról sem beszéltünk még, András, hogy ez a beszélgetés, ez nem tudom, hogy fog majd megtörténni, miután életbe lépett a törvény. Úgyhogy a gyerekek nem hülyék, és nem az egyetlen információs forrásuk. Azért én azért értek egyet a Zolival. Nem, bocs, a mostani közted és én köztem zajló jelenlegi interjú, ahol a homoszexualitás megjelenik. Igen, hogy ez hogy fog lemenni ebben a műsorsávban, és nem este 10 és hajnali 5 között. Tehát, hogy itt beszélünk egyéni felelősségekről, hogy egy tanár egy ilyen helyzetben mit lép, vagy egy szülő bizonyos helyzetekben mit lép, és beszélünk piaci szereplőkről, akikre vonatkoznak törvények, és mondhatja azt most nem akarok veletek konkrétan például, azért bármilyen média cég mondhatja azt, hogy én nem értek egyet ezzel a törvénnyel, vagy én nem értek egyet a, nem tudom, adótörvényekkel, de attól még az a törvény az létezik, és le van írva, és melyik lesz az a profitorientált cég, pláne hogyha egy nagyobb média konglomerátumról beszélünk, aki azt mondja, hogy én bevállalom ezt a kockázatot, lőjetek ide. Szerintem mi. Tehát az, hogy nekem valaki leukloplasztott rak a számra, azt azért ugye látod magad előtt feltalálva azt az embert. Hát András, én nem azt mondom, hogy te személyesen, mert most megint azt mondod, hogy te, mint egyén, milyen felelősséggel, ez tök oké. Én arról beszélek, hogy van egy törvény, amit hogyha nem tart be egy médiacég, akkor utána jönnek a szankciók. De szerintem ez egy tök más kérdés, mint az egyéni kiállás vagy bátorság, mert az vérmérséklet, meg szociális helyzet, meg egy csomó minden egyéb kérdése. Jó, figyelj, nem
eliminálni akartam ennek a problémának a súlyát, hanem inkább arra próbáltam utalni, hogy vannak egyfelől a politika felhő régióiban zajló dolgok, rengeteg szimbolikus küzdelem, amelyek persze aztán tudják nyomorgatni az életünket, és valamilyen módon a valóság az alakul, vagy nem. Az elmúlt hetekben jött ki az a felmérés, amely azt mutatja, hogy például a melegek megítélése a magyar társadalomban radikálisan javult, elfogadottabbá vált. Tehát, hogy például most már hova tovább lassan a társadalom többsége a meleg pároknak a gyereknevelését támogatja. Hogy a különböző demonstratív alkalmak helyett vagy mellett milyen olyan tevékenységet tudsz elképzelni, amely a társadalmat magát változtatja. Ezt ugyanis azt gondolom, hogy abban maximális kettőnk között az egyetértés, hogy a Fidesz oldaláról ez nem valamiféle mély és belső meggyőződésnek a jogi szabályozásba való öntése. Hanem... Nem, kevés. Igen. Ugye? Nem, abban teljesen, nem, én ebben teljesen egyetértek veled, hogy ugye ezt mondtam, azt hiszem, remélem az elején én is, hogy ez egy ilyen politikai kommunikációs, nem tudom, minek nevezzem, csak hogy ennek vannak konkrét következményei, és értem, amit mondasz, hogy más a motiváció, és abban is igazad van, hogy szerencsére, ha mondjuk ez 15 évvel ezelőtt történik meg, teljesen más az akkori magyar társadalom, és nem csak Magyarországon, máshol is, mondjuk a meleg közösséghez való hozzáállás, és ebben sokat javult. Ugyanakkor én alapvetően a Helsinki Bizottságnál menekültekkel foglalkozom, és azért én nagyon közelre láttam ezt a folyamatot az elmúlt években. Nem tudjuk, hogy milyen kampány, milyen propaganda, mi fog még erre ráépülni. Most elmegyünk majd nyári szabadságra, zajlik majd a rendeleti kormányzás. Szeptemberben visszajön a parlament, meg elkezdődik például az oktatás és az iskola, és meg fogjuk látni, hogy lesznek-e újabb krék plakátok, ahol valami egészen primitív alpári buzizás fog menni, vagy sem. De amilyen a magyar média szerkezet, és most bele sem megyek, neked meg a hallgatóknak kell a legkevésbé azt elmagyarázni, ha most az lesz, tehát ha most a melegek lesznek a következő évek menekültei és migránsai, akkor az, amit most mondtál, hogy hogyan hozzá a magyar társadalom, az elég gyorsan meg tud változni. Szerintem én azért nem tartom ezt annyira valószínűnek, hogy ennél jobban túl lenne hajtva, tehát mondjuk a 2016 és 18 közötti migránshozáshoz hasonló propaganda lenne, ugyanis az ellenzék meg a különböző szervezetek maguk szolgáltatják a fideszes vágóképeket. 15-ben, itt már ciklusok mennek itt a NER-ben, jobbra-balra már, nem is tudom, melyikben szem, 20-ban írtam arról a 19-es önkormányzati választást követően, hogy a kormánynak az a szándéka szerintem, hogy egy olyan dihotómiát állítson fel, ahol a narancsszínű vidék áll szemben a szivárvány színű Budapesttel, legalábbis a nagyvárosokkal, és ez prezentálja tulajdonképpen maga a nagyvárosi urbánus közeg és az összes alkalma. Tehát nem nincs szüksége ennek a propagandának rájátszani. Megvan. Ezt csak be kell mutatni. De még egyszer, András. Ezzel nem félértés, nem akarok ezzel semmit menteni, vagy mondani, csak mondom, hogy szerintem kommunikációsan ma ez történik. Meg valószínűleg még egy csomó, de más is, amit már most lehet sejteni, és majd tisztában látjuk egy pár hónap múlva, de én nem, hogy is mondjam, szóval, hogy én nem gondolom azt, hogy itt feltétlen megállunk, tehát én megmondom őszintén, azt, hogy konkrétan ez így lesz, ezt álmomban nem gondoltam volna. És én azon is meglepődtem, hogy amit az örökbefogadás körül művelt a kormány, persze beleillik, utólag abszolút logikus lépéseknek tűnnek, de akkor tényleg hol a határ, és nem fogok ötleteket adni, biztos nekik is vannak nagyon jók, de lehet, hogy tudnék olyat, ami még nem fordult meg az ő fejükben, de hogy én nem, egyáltalán nem érzem azt a fajta
nem is tudom bizonyosságot itt, amit te, de azt kívánom, hogy neked legyen ebben igazad. Van-e bármiféle jelentőség az uniós államok tiltakozásának? Szerintem van. Egyrészt jó, van ennek egy ilyen, nem tudom, egyéni szintje, hogy az LMBT emberek, akik mondjuk a törvény elfogadása utáni napokban, egy hétben kifejezetten rosszul és egyedül és szarul érezték magukat, ezek mellett, az emberek mellett ez egy, ha úgy tetszik, ez egy kiállás, de nyilván ez nem egy nagyon tartós, vagy nem a legnyomósabbok. Ami miatt ez szerintem releváns, az az, hogy a magyar kormánynak a különböző általunk jól ismert és kifejezetten problémásnak tartott üzelmei egy átlag német, spanyol, francia, holland, svéd, nem tudom, román választópolgárnak igazából messze van, bonyolult, nem mond semmit. Vagy mondjuk menekültügyben ezeknek az országoknak a szavazóinak egy részének kifejezetten szimpatikus volt, és ma is az. De ez egy olyan ügy, ahol szerintem, ha Magyarországon azt mondod, hogy a friss kutatás szerint a többség az kifejezetten toleráns a meleg közösséggel kapcsolatban. Ezt azért nem mondtam. Mondtam, hogy jelentősen javult. Jelentősen javult. Na, ez egy milyen szép megfogalmazás. Jó, szóval, hogy azért tőlünk nyugatra ez az arány, ez elég világosan a többség a társadalomban is, és a politikai pártok között is, a félbaltól a széljobbig bezárólag. Tehát itt szerintem ebből a szempontból van annak következménye és jelentősége, hogy ezek az országok ennyire keményen, nem csak az uniós különböző figurák, hanem a tagállamok maguk oda csaptak. Csak emlékeztetnék arra, hogy a három balti ország is aláírta ezt, akik egyébként az elmúlt években azért nem annyira hallották a hangjukat sem a jogállamisággal kapcsolatos ügyekben, sem a korrupcióval kapcsolatos ügyekben. Tehát, hogy ez nem a szokásos, nem tudom, hollandok, svédek, finnek, meg néha a németeknek a reakciója, hanem egy elég kemény európai reakció. Ma láttam reggel, hogy most már egyébként a görögök és Ciprus is, meg az osztrákok is csatlakoztak ehhez az elítélő nyilatkozathoz. Szerintem ez a része, még azt is megkockáztatom, hogy részben el lett kalkulálva. Nem tudom, pár másodpercünk maradt, de azt azért hadd vigyesszem már ide, hogy tiltakoztak a multinacionális cégek is, közöttük egyébként pedig olyanok, amelyek a magyar kormánynak stratégiai partnerei. Szerintem ezek a tiltakozások megvannak állazó. Ez így van. Én a magyar autógyártóktól nem láttam ilyet. Olyan nemzetközi multiktól láttam persze, akik, most nem reklámozok itt senkit, de akit mindenki ismer, és valószínűleg van stratégiai partnerségük is. Persze. Ez a kérdés a szemebbre is ott van. Csak a közvélemény, és befejezem, bocs, csak pont ez az, hogy itt tud megjelenni az, hogy a német közvélemény gyakorol rájuk hatást. Na, ezt majd meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Következő órában folytatjuk. Beszóló. Interaktív kibeszélőshow a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Valóban, és ha minden igaz, itt van Makai Máté is. Így igaz. Szerbusz. Folytassuk onnan, ahol előbb Andrással abba hagytuk, nem igazán veséztük ki azt a részét a dolgoknak, bár érinti azt, amiről mi beszéltünk, a szimbólumokról, meg azok, mire reflektálnak, hogy ami a transzneműek és a 33-as paragrafust illeti, és ugyebár én ott megpedzettem azt, hogy a feminista közösségen belül is dúl egy roppant erőteljes vita ezzel kapcsolatban, és hogy azon félelmekre rezonál az a vélemény, ami a transzneműeket illeti, hogy itt van egy ilyen átoperáltatási propaganda, és hogy ezt nem pusztán homofóbok mondják, hanem feministák is erőteljesen hangoztatják. Például a Partizánon is volt egy ilyen adás, hogy önmagában a
szerinted lehet-e társadalomban valamilyen félelem, vagy inkább idegenkedés, amire a megpendített 33 paragrafus utal? Hát megint csak utalnék arra, hogy mennyire könnyű meghatározni a saját identitásunkat azáltal, hogy tagadólag viszonyulunk másokhoz, és ez az idegenség minden formájára vonatkozik. Tehát az ismeretlen, a másik, a távoli, a másik kultúra, a másik nyelv, ez egy nagyon általános dolog, és erre piszok könnyen rezonálnak az emberek, mert amit nem ismernek, attól félnek. Tehát ez most közhely, tudom, tehát nem fejtettem meg a dolgot, de ezek a legelemibb idegenkedésénkre hatnak ezek a tendenciák, amikor valaki ezzel piszkálja az embereket. Az egész, ami körülöttünk zajlik, amire a maga módján Trump is alapozott, és amire Magyarországon is épít a kormánypropaganda, és nem mondom azt, hogy néha nálam sincsen hatása, hogy hogy van valami normalitás, és hogy ehhez képest van mindig a túlgondolás, meg a természetellenes, és ennek szándékajuk ellenére, hogy például mondjuk a transzneműek, vagy a melegek, vagy tudom, ezért szimbólumaivá váltak. Hogy ez a nagyon mesterséges világ, amikor ezek a nagyon hagyományos szerepek, amiket ismerünk, feloldódnak, a nagyon hagyományos karrierpályák feloldódnak, nagyon hagyományos női és férfi utak feloldódnak, és ettől idegenkedik, ettől rosszul érzi, ettől szorong napjaink embere. Hát meg is mondjam, tehát nem csak termékekből, meg eszmékből, hanem az identitásokból is elképesztő túlkínálat van. Tehát most ezt olyan értelemben pontosítanám, hogy nem arról van szó, hogy ez egy, hogy is mondjam, propaganda eredménye, hogy léteznek transzneműek, ellenkezőleg, csak hogy sokan így viszonyulnak ehhez is. Tehát, hogy azt gondolják sokan, hogy ez egy választás kérdése, és ezt sokan nem tudják megérteni, akik ezzel igazából ilyen felszínesen elutasítólag lépnek föl. Hát nem tudom, hogy oké, az odáig rendben, választás kérdése. Na, mondom, közelítem máshonnan. Ugye a novelládról esett szó, ami a halhatatlanságról szólt, meg a halálhoz való viszonyunk. Az elmúlt másfél évnek számomra döbbenetes tanulsága volt az, hogy milyen elementáris erővel próbálják amúgy egyébként képzett intelligens emberek kiküszöbölni azt a tudatot, azt a információt a tudatukból, azt a ismeretet a tudatukból, hogy egyébként meg fogunk halni, és halandóak vagyunk. És hogy az, hogy mekkora egy mortalitás egy országban, az bizony statisztikailag mérhető is, mint minden releváns kérdést az egészségügytől a szociális helyzetig, azt elsősorban statisztikaiként kell megítélni, mert hát hiszen sokan élünk együtt, az a kérdés, hogy mikor lendül át valamilyen mértéken. De hogy nem, ez a mindentől óvjanak meg, gyakorlatilag hosszabbítsák meg a végtelenség az életünket. Nem volt ilyen érzésed? Hát dehogy nem. Egyébként éppen a Harari, aki említetted a cikket, amit írtam még a HVG oldalára, a Harari-nak a Homo Deus című könyvében van egy ilyen fejezet, amiben a halál kérdését puszta technikai kérdésként foglalja össze. Tehát, hogyha lesz rá befektetés, lesz rá kellő pénz, kutatás, akkor előbb-utóbb ezt a technikai kérdést így vagy úgy megoldják. Most az, hogy milyen mértékben, ő például nem olyan értelemben beszél halhatatlan emberektől, amit így elképzelünk így akár a mitológián belül, hanem ilyen úgynevezett amortális vagy amortalitásról beszél, ami azt jelenti, hogy hát ha ránk zuhan egy kamion, akkor azért nincs az a magánorvos, aki ezt rendbe hozza, de amúgy alapvetően szerveknek a klónozásától kezdve napi szintű monitorozásáig a keringésnek millió lehetőség áll rendelkezésre, hogy ennek a filozófiai következmények mit lehetnek, az megint egy végtelen probléma, mert amennyire melankóliából tudja taszítani az embert a saját végességének a tudata, úgy szerintem épp annyira képes erre a végtelenségének a tudata is, és ez irodalmi
filozófiai körökben ez egy nagyon súlyos és szerintem most aktiválódó probléma, hogyha egyáltalán ez így lehetővé válik egyszer, akkor azzal mit kezdünk. De hát szerintem ugye, simán egyszerűen arról van szó, hogy Harari téved, de ezt majd mindjárt megvitatjuk. Lehet, simán, el tudom képzelni, igen. Ezt mindjárt megvitatjuk, időközben van egy újabb vendégünk, Szőlősi György, a Nemzet sportújságírója. Halló? Nem tudom, rólam van ez szó, de itt vagyok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen. Azt mondta, hogy nem zavarja, ha így nevezik. Ezt nyilatkozta. Hát valahol megtiszteltetés, de nem lehet nem kiérezni belőle az iróniát. Mit szól hozzá, hogy a Gyurcsány bajnai időszak futball innovációja most milyen szép sikereket ér el? Hát nem nagyon beszélhettünk futball innovációról, ha csak azt nem tekintjük annak, hogy több ezer gyerekekkel foglalkozó futballedző szerződését felbontották, és kis hián megszüntették a sportot Magyarországon a iskolákban és a sportegyesületekben. Gúnyolottam most valóban, mert ez az egész az arra utalt, hogy Szőlősi György sportújságíró, a Nemzeti Sport főszerkesztője van velünk, aki egy korábbi cikkében azt írta, hogy a Puskásék sikere az nem a korabeli kommunista érának köszönhető, hanem még a háború előtti nevelésnek, és akkor ezt próbáltam átültetni a gyakorlatba, vagy pontosabban a napjainkba. Egyébként ezek az EB-s siker... Az EB siker... Fenntartom, és nem lehet a mostani kétségkívüli sikereket nem az elmúlt 11 év fejlesztéseinek is betudni. Hát ha matematikánál vagyunk, és az ön által írtakból indulunk ki, akkor azért, de mondom még egyszer, gúnyolottam, emerz irányba akarom továbbvinni. Nyilatkozott ma magának Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, hazánk második leggazdagabb embere, aki egy hihetetlenül optimista jövőképet vetett fel, és azt mondta, hogy záros határidőn belül a magyar futball az a világ élvonalához csatlakozhat. Mit gondol, hogy ennek mi az alapja? Mi lehet ennek a derűnek az alapja? Mennyire tartja reálisnak? Ő azért árnyaltabban és a rájellemző visszafogottsággal fogalmazott, tehát ő azt mondta, hogy ha ilyen ütemben fejlődik tovább a futballunk, ahogyan az elmúlt időszakban, akkor azt sem tartja kizártnak, amit ma még egyáltalán nem lehet kijelenteni, még akkor sem, hogyha az Európai Nemzetek Ligája alcsoportjában vagyunk, hogyha egy ilyen csupa szuper elit csapatot felvonultató csoportban még állunk az utolsó kör előtt. Szóval, hogy amit most még nem lehet kijelenteni, hogy ott lennénk a világ legjobbjai között, az néhány éven belül elképzelhető, hogy valóságá válik. Nagyjából ezt mondta, ez valóban egy merész kijelentés. A mondani valójának a lényege nem erre vonatkozott, hanem arra, hogy akármi is lesz ma este Münchenben a magyar csapat szereplése, az EB-re való kijutással és az EB-n való pontszerzéssel már mindenféleképpen dicséretre méltó. Egyébként szerintem ezzel egyetértünk. Makai Mátét is kérdezem. Ugye Máté ezzel azt hiszem, hogy maximálisan egyetért mindenki. Ez eddig látott két meccs alapján megsüvegelendő a magyar válogatott teljesítménye. Hát abszolút, ez nem kérdés. Tehát nem is tudom bővebben kommentálni. Tehát ez a már maga az élménye, hogy egyébként az interjúban is elhangzott, az fantasztikus, hogy ott lehetnek a tornán, de nekem speciál ez a második élményem, tehát hogy elképesztő azok után, hogy az ember végignézi egész életében a foci VB-ket, EB-ket úgy, hogy na most akkor olaszoknak vagy angoloknak szurkoljak, az az érzés az nem összemérhető azzal, hogy akkor a saját válogatott játszik az embernek, és az már önmagában élni. Na jó, azt azért most Szőlősi Györgyöt megkérem, hogy azért kommentál, vagy adja majd át azt, hogy a liberális métejből messze menőkig le vannak nyűgözve a magyar válogatott teljesítménye előtt, és őszintén is felelőtlenül. Amikor győz a csapat, mi olyankor is ott vagyunk a stadionban, meg ott voltunk, amikor 300 néző volt az észtek ellen, és még csak nem is adta a magyar tévé a meccset, ez speciál pont a Gyurcsány időszakra vonatkozik, amikor ő még csak sportminiszter volt, a rémámok rémáma, de hát persze ugyanakkor nagyon örül az ember annak, hogy a futball valóban magával ragadja és összehozza az embereket, és ez a
napjainkban nagyon sokszor hangoztatott közhely azért nagyon igaz, hogy olyankor nincsen párthovatartozás és nincsen politikai vita, hanem közös mámor van. Mire számít egyébként este? Hát ugye ezzel úgy van az ember, hogy egyrészt olyan mérkőzésre tippelni hideg fejjel, amelyben érzelmileg érintett az ember lehetetlen, mert úgyis másként látja, mint a valós papírformát, ahogy nézné. Ami a papírforma, hogy sokkal esélyesebbek a németek, azt meg nem szívesen mondja az ember, hogy akár alaposan el is verhetnek bennünket. Amiben viszont titkon bizakodom, azt meg babonából nem szívesen mondom, éppen ezért én is azt mondom, hogy mondjuk az előző két meccshez hasonló általánosan elfogadható küzdést, hajtást remél az ember, egy olyan magyar teljesítményt, amely nemhogy nem rontja le, hanem tovább erősíti ezt az összképet, ami kialakult most a magyarokban a csapatról. És hát aztán jön megint a bődületes közhely, hogy a futballban minden lehet, meg a labda gömbölyű és egyebek. Nem véletlenül emlegetjük most az 54-es berni döntőt, amelynek a német és a magyar csapat volt a főszereplője, amely ez idáig az utolsó tét meccsünk volt, és amelynek legalább annyira torony magas esélyese volt a magyar válogatott, mint amennyire most a német, és amelyet akkor mégis a német csapat nyert, tehát miért ne nyerhetné a mai meccset pedig a magyar válogatott. Nem olyan régen, az elmúlt két évtizedben volt arra példa, hogy magyar válogatott Németországban győzte le a német válogatott Torgele Sándor két góljával, ha jól emlékszem, és már pedig jól emlékszem, mert Tóth András akkor válogatott volt, amit viszont jól megjegyeztem, lévén Vasasos. No, szóval fordult ilyen elő. Térjünk vissza egy kicsit. Igen, az egy bizarr eset volt több szempontból, ugye nem cáfolja azt, amit mondtam, hiszen barátságos meccs volt, ráadásul pont a berni döntő 50. évfordulójára rendezték a legtöbb játékoshoz leginkább kötődő Kaiserslautern-ben, és azért is volt pikáns, mert nekünk német szövetségi kapitányunk volt Lothar Matthäus személyében, de valóban akkor 2004-ben az EB előtt közvetlenül, ha jól emlékszem, akkor 2-0-ra legyőztük Németországot. Mondom, Torgele két góljával, emlékszem rá. Pontosan. Térjünk egy vissza egy kicsikét a Csányi interjúhoz és a magyar labdarúgás helyzetéhez, meg az erejéhez, hogy ezt tulajdonképpen hol is lehet lemérni? Mert egyfelől a válogatott az egy dolog. Én nem csupán azt emelném ki, amit maga mondott, hogy hajtós, harcos válogatott volt az elmúlt két meccsen, hanem azt, hogy ennyire szervezett magyar csapatot én nem is tudom, mikor láttam utoljára. Amelyik hihetetlen fegyelemmel tartja magát egy roppant működőképes taktikához, és hogy egyáltalán nem ijed meg attól, hogy a saját játékát játssza hátul. És hogy ezt nyugati klubokban játszó játékosokból Izlandnak skótoknak, íreknek is össze lehet rakni, velszieknek. De hogy a klubfotballban, a magyar foci egészében ön szerint történt elmozdulás? És most a Ferencvárost fogja említeni, tudom. A Ferencváros az egy objektív eset, hiszen 25 év után jutott el újra a Bajnokok Ligájába, előtte egy évvel az Európa Ligába, tehát az sem egy véletlenül kicsúszott eredmény, hanem egy jó 10 éves építkezés vége, ahol új stadionja van, rendszerint, ha a vírus helyzet engedi, sok nézőt vonzó stadionja van a Fradinak, amelyet azért ne felejtsünk el, a másodosztályban, angol tulajdonban, ilyen mindenféle ingatlan spekuláció kellős közepén az angol tulajdonosok ilyen játékos lerakatának használt másodosztályú klubként vett át az a vezetőség, amelyik most a Bajnokok Ligájában a Barcelona és a Juventus ellen készülhetett, meg ezeket a csapatokat, meg ezeknek a vezetőit fogadhatta. De én más jelenségeket is említenék, amelyek, maradjunk az objektivitásnál, szintén tények, amelyek jelzik az előrelépést. Szoboszlai Dominik minden idők legdrágább magyar játékosa lett, amikor Salzburgból Lipcsébe
igazolt tavaly, ez is egy objektív jel. És aztán, ne haragudjon, hogy itt közbeszólok, kifejezetten most Szoboszlai Dominiknél, hát ő, ha valaki, akkor az ő életútja az, ami, hát nem azt mondom, hogy tagadás, de egy teljesen párhuzamos karrierút, mint a magyar akadémiai karrier. Az édesapja egy teljesen saját, rendszeren kívüli nevelési metódust állított fel számára. Ő nem a nagy akadémiáknak a neveltje, sőt, ellenkezőleg. Ez leginkább az édesapjának köszönhető. Nem mondom, hogy nincs igazság ebben, és ebben a megközelítésben. A tény mégis az, hogy ő az MTK akadémiájáról szerződött Ausztriába. Viszont jó játékosaink, jó egyéniségeink korábban is voltak, sőt, Csaló István mondta a minap, és igazat adok neki ebben. A magyar futball legsötétebb, legsikertelenebb évtizedeiben, a 90-es, 2000-es években egyébként voltak nagyon jó futballistáink, de és itt most lehet, hogy demagóg leszek, de én határozottan így érzem és így látom, hogy még ha volt is egy-egy jó játékos, egy-egy jó szövetségi kapitány, egy-egy jó biztató fellángolás, klub, műhely, stb., Azért a mai válogatottnak, akárhogyan is nézzük, nem olyan nagy játékos egyéniségekkel, de mégis nagyon egységes, önbizalomtól duzzadó csapattal, az is adja ezt az erejét, hogy azért egy ilyen stadionban játszhat, szemben azzal, hogy állandóan ilyen lepukkant helyeken kellett fogadnunk az ellenfeleinket. Már az a veszély állt fönn, hogyha bejut egy magyar csapat a BL-be, akkor külföldön kell majd játszani a hazai meccsét, mert egész egyszerűen nem volt már olyan pálya Magyarországon, amelyik alkalmas lett volna BL meccs megrendezésére. Tehát, hogy az egész rendszernek a megújulása, az infrastruktúra megújulása, az, hogy nem mennek tönkre tömegével a klubok bajnokság közben, hogy nem megszűnnek a sportegyesületek, hanem alakulnak, hogy a kb. 1000 megszűnt futballpálya helyett most már sikerült kb. Ugyanannyit visszaépíteni, vagy ezeket felújítani. Tehát ezek a törekvések, ha nem is közvetlenül tetten érhető módon, de azért ott vannak ezekben a sikerekben, az pedig megint csak egy objektív dolog, hogy nem lehetnénk házigazdák, nem lehetett volna Magyarországon magyar-portugál, meg magyar-francia meccs, egyébként, hogyha nem épül meg a Puskás Aréna, amelyet ígérgetett ugyan, meg a vágyai között mindig felsorolt egyik-másik kormány, még egyik-másik baloldali kormány is, hiszen például a 2012-es EB-re úgy pályáztunk, hogy maga Gyurcsány Ferenc és Lampert Mónika is odautazott a döntés helyszínére Cardiffba, de mindig csak ilyen maketteket mutogattunk, meg amikor 4 év után visszajöttünk az új pályázattal, és újra azt mondtuk, hogy egyébként beszól, hogy megépítjük ezeket, igaz, hogy még azóta most a legutóbbi pályázat óta megint nem épült egy autópálya se, meg egy stadion se. Tehát eljutottunk oda, hogy elhitték nekünk, hogy meg fog épülni, mert látták, hogy sorra épülnek a stadionok, és újulnak meg az 50-60 éve elhanyagolt lepukkant stadionok. Tehát az igaz, hogy mert hogy nagyon sokat beszéltünk és beszélünk a stadionokról, akkor talán érdemes erre két mondatban kitérni. Az igaz, hogy a stadionok megújításától vagy építésétől nem lesz jobb a magyar futball. Most látjuk, hogy ezek nélkül viszont biztosan nem lesz jobb a magyar futball. Azért azt gondolom, hogy ezt a 90-es éveknek nem lehet a szemére vetni, hogy amikor elveszítik teljes régiók a munkájukat, akkor nem az első, hogy ott a futballba investáljanak bármit is. Másfelől, Akkor én hadd vitatkozzak rögtön ezzel. Tehát a magyar futball és sport nagy sikerei, amit már az előbb legalábbis az irányú véleményemet kritika érte, amelyek már a 30-as évektől, amikor ugyanúgy harmadikok voltunk az éremtáblázaton a berlini olimpián, mint aztán 52-ben Helsinkiben, és ugyanúgy VB-ezüst érmesek voltunk 1938-ban, mint aztán 1954-ben. Szóval, hogy amikor az első világháború után romokban hevert, szó szerint is, meg gazdasági, társadalmi, politikai, lelki, mindenféle szempontból az ország, akkor igenis volt egy olyan politikus, aki azt mondta, hogy ő nem miniszterelnök akar lenni, hanem a kultúráért és az ifjúság nevelésért felelős miniszter,
és megszerezte a GDP 10%-át a kultúra, a tudomány, az oktatás és a sport céljaira, és amikor aztán még a bajainkat tetézte a gazdasági világválság, akkor is azt mondta, hogy igaz, lehet, hogy szegények vagyunk, lehet, hogy elvesztette az ország a területének a kétharmadát, lehet, hogy megtépázta minden család életét a háború, de fektessünk a jövő generációba, legalább nekik legyen jobb, legalább ők legyenek képzettebbek, műveltebbek, egészségesebbek, és így tovább. És azért ez a generáció, amelyet akkor még nem látható módon egészen elképesztő módon sújtott a 20. század, aztán a háborús veszteségek, amelyek, ha csak a Donkanyarra gondolunk, nagyban sújtották a fiatal férfiakat, a holokauszt, ami felfoghatatlan mértékű és súlyú tragédia volt társadalmi szinten is, a gulágra való elhurcoltatás, a németek kitelepítése, a kommunista terror, és így tovább, mindennek ellenére volt az a generáció ennyire képzett és tehetséges és becsvágyó, amelyet mondjuk Puskás nevével fémjelezhetünk, de hozhatnánk Paplacit, vagy a vízilabdázókat, vagy Keleti Ágnest, vagy egy csomó művészt és tudóst is. Tehát én azt mondom, hogy ne mentsük föl a 90-es évek politikusait, mert a legnagyobb tragédia az én megítélésem szerint, és ezt persze nem egy sportújságírónak kell elsősorban megállapítania, hogy éppen a jövő generációinak az életét áldozták fel azok a politikusok, akik akkor ebben a vadkapitalista, posztkommunista világban minden mást fontosabbnak tartottak, mint az oktatást, a sportot, az új generációknak a boldogulását. Hát még egyszer mondom, a 100 évvel korábbi párhuzamban az a lenyűgöző, hogy azt mondták, hogy ugyan itt minden szörnyű, de legalább a gyerekeinknek legyen jobb. Aztán, hogy nem lett jobb, az feltétlenül az egy másik kérdés, de hogy a tanyasi iskolák építésével, az egyetem építésével, a testnevelési egyetem megalapításával, és hát hosszan lehetne sorolni a klébezbergi ifjúsági és kultúrpolitikának a ma már azt hiszem, hogy általánosan elismert érdemeit. Ezekkel igenis az általánosan sanyarú helyzet ellenére azt hiszem, hogy nagyon sokat tettek az új generációkat, és ez teljesen kimaradt. És ha valamit sérelmezek és ostoroznék a rendszerváltás utáni időszakból, akkor elsősorban ez, futballszurkolóként is, hiszen itt most látjuk, hogy 30 évet kellett arra várni, hogy normális meccseken, nagyszerű körülmények között egy önmagát vállaló, önmagára büszke csapatnak szurkolhassunk, nem leszünk Európa bajnokok, még messze van az is, amit Csányi úr említett, hogy a világ legjobbjai közé fogunk ismét tartozni, de legalább úgy érezzük magunkat, mint ahogy egy normális futballszurkoló évtizedekig korábban is másutt érezte magát Európában. Azon nem lesz közöttünk véleménykülönbség, hogy miként ítéljük meg Klebelsberg Kuno miniszteri tevékenységét, azonban fenn fog maradni kettőnk között más téren a nézetkülönbség. Itt azért az almának és a teherhajónak az összehasonlítása volt. Az első világháború utáni Magyarország gazdasági helyzete nem vethető össze az 1990-essel, még akkor sem, hogyha ez egy elvesztett háború, akkor sem, ha egy trauma után történt, és az a fajta koncentráció, amit Klebelsberg is létre tudott hajtani, például a határon túlra került egyetemeket, egyszerűen csak beköltöztette a Trianon utáni Magyarország területére, vagy ugyanaz, hogy a legrosszabb minőségű földjeit vesztette el Magyarország Trianonnal, és így tovább. Ez azért adott egy nagy gazdasági tartalékot, ilyen 90-nel nem bírt, és ami nálunk történt, az, hogy egyszer csak jön egy gázszerelő, és Gasser FC címen NB1-es csapatot alapít. Ez a régióban egy teljesen természetes dolog volt, mert ez egy gazdasági szerkezeti átalakulás volt 90-ben. Mindegy is. Azt viszont nagyon régen meg akartam kérdezni, ha már gázszerelőkről esett szó. Hogy pontosan szoktam én kérdezgetni, csak választ nem kapok rá. Azért az nem egy faramuci dolog, hogy miközben nagy múltú, nagy szurkoló táborral rendelkező együttesek alacsonyabb osztályokban vannak, vagy éppen a megszűnés szélén. A Diósgyőrtől a Győrön át,
Dunaújvárosig. Megyeközpontok csapatai, addig a labdarúgó NB1-ben Mezőkövest, Kisvárda, Felcsút, Hasit. Ez minek lehet a tünete maga szerint? Szerintem erről nagyon érdemes lenne igazán beszélni és megvizsgálni ennek az okait. Ugye nyilvánvalóan nem, tehát akik sérelmezik ezt a helyzetet, egy picit úgy viselkednek, mint hogyha lenne valahol egy pártközpont, ahol egy igazgatósági szobában valakik eldöntik, hogy a nagymúltú klubok. Na, várjon, egy ilyen pártközpont azért létezik, és a szigyel, mert önnel ellentétben, aki közelebb áll, föltetek valamelyest hozzájuk, én annak a pártnak ráadásul még tagja is voltam. Ahol ez a pártközpont az igazgatóság... Olyan biztosan nem, ahol hoznak egy olyan határozatot, hogy már pedig a nagymúltú egyesületek, megyeközpontokban működő tradicionális klubok ne boldoguljanak többé Magyarországon, ellenben az újabban sikeres kisebb településeken működő, különösen tradíció, vagy élvonalban, vagy profi tradíció nélküli egyesületek pedig legyenek sikeresek. Tehát ilyen döntést soha senki nem hozott, és általában szerintem mindenki egyetért abban, hogy szerencsésebb az, hogyha egy nagy bázison, mondjuk egy egész megyének a bázisán, és adott esetben 80-100 év, vagy ennél is több időszaknak a hagyományán működő, tradicionális klubok viszik tovább a sikereket. Általában ebben mindenki egyetért, de miután a magyar bajnoki rendszer úgy működik, hogy aki sok pontot gyűjt, az feljut, aki meg keveset, az kiesik. Ezért aztán közvetlenül ilyen döntések nincsenek, és nem is foganatosíthatók. Szerintem, tehát nekem van erre egyébként magyarázatom, egész egyszerűen, ahol mert abban sincs vita, hogy egyébként nagyon sokan törekszenek arra, vagy törekedtek arra, az előbb említett Gászer FC is ilyen volt, hogy a semmiből teremtsenek egy sikeres klubot, és ez egy szép és nagy kihívás annak, aki úgy érzi, hogy a gazdasági ereje megvan ahhoz, hogy aztán sportszakmai sikerekre cserélje ezt, vagy fordítsa ezt. Nem mindenkinek sikerül, de szerintem egy jó menedzsmenttel, egy gazdag vagy befolyásos ember, egy ilyen uszály nélkül, amely most rossz értelemben vissza is foghat nagymúltú egyesületeket, ahol idézőjelben mindenki okosabb, a volt játékos, a volt vezető, a szurkoló, a megyei újság és így tovább, mert érzelmileg mindenki kötődik az ügyhöz. Ez egy furcsa dolog, de adott esetben kontraproduktív tud lenni ez a hatalmas holdudvar, meg ez a... Tehát a Mezőkövesden Tálai Andrásnak senki nem mer beszólni, ezért sikeres a Mezőkövest? Hát azt nem fogalmaznék ilyen konkrétan, de azt mondanám, hogy áramvonalasabbak ezek a, ha már azt használt, hogy hasítanak, áramvonalasabbak ezek a klubok, nem kell millió emberrel vitatkozni, nem fogja fúrni az elnököt a volt elnök, Én nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok, ma már ez a második hasonlat, amit el fogok rakni. Az első volt a parmezánt reszelni, így hangzott Máté, parmezánt reszelni a hasizmán? Igen. Igen, a második pedig Tálai Andrásra vonatkozóan az áramvonalas. Ezeket visszám magammal. Ha nem is személy szerint vele kapcsolatban használtam, de az által felépített klubmodell, a Mezőkövest, amelyhez kétségtelenül sok szempontból hasonló a Kisvárda, vagy még néhány másik együttes. De például nem beszélünk, mert politikailag nem annyira érdekes, mondjuk a Gyirmót esete, ami megint csak hasonló, hogy ott van egy a Gyirmót esetéről, kegyeleti okokból nem beszélünk. Ja, az a műsorvezető idegrendszere iránti mély tapintatból kiméljük meg, vagy őt kiméljük meg azzal, hogy Gyirmót ott nem említjük. Ja, én nem tudtam, hogy ilyen érzékeny pontra tapintottam. Hát hogy lehet ilyet? Hát még elsők voltunk még kettővel az árás előtt. És el sem hiszem. Igen, de ott egy nagyvároson belül tetten érhető ez a dolog, hogy amelyik a nagymúltú, amelyik magyar bajnok volt, amelyiknek Hidegkuti volt az edzője,
ahol Verebes József csodát tett, és amely, ahol még a sanyarú 70-es, 80-as években is volt létesítményfejlesztés, miközben az egész országban alig. Ez a Győri Eto Bugdácsol, ugye az MB3-at is, MB3-ig süllyedt vissza, ha nem tévedek, és de minden esetre a másodosztályig, és közben ott van a Gyirmót, amelyik följutott az MB1-be, és amelyik folyamatosan extrém módon sikeres, mondjuk önmagához képest, meg sokszor az Etóhoz képest. Tehát ez egy hihetetlenül érdekes jelenség, és nem csak politikai okokat kell a háttérben keresni, pont a Gyirmóti példa szerintem erre jó, mert ott a tulajdonos testvérpárral kapcsolatban nem szoktam olvasni sem a baloldali, sem a jobboldali médiában, hogy ide vagy oda tartoznak, de ugyan erről van szó, hogy ez egy áramvonalasabb klubmodell egyszerűen, és hosszú távon azért reméljük, hogy helyükre kerülnek a dolgok. Szerintem minden pécsinek, minden szegedinek nagyon fáj az, hogy egyszerűen a nagy múlt és a nagyszerű tradíció ellenére nem tudnak oda jutni az NB1-be ilyen egyébként gazdaságilag, meg mindenféle szempontból jelentős egyetemi városok. Említette itt a múlt bogozgatás közben a holokausztot, mint traumát, mint felfoghatatlan veszteséget jelentő eseményt. Azért ki szeretnék térni itt egy jelenségre, kérdésként megfogalmazva ezt. Ja. Nem szeretem, már csak azért is, mert talán az eddigiekből is kiderült, hogy amikor tehetem, meccsre járó ember vagyok, még akkor is, hogyha azért megválogatom, hogy hova. Szóval nem szeretem azt, amikor amblok náciznak teljes szurkoló táborokat, és azt gondolom, hogy erre nem szolgált rá a magyar válogatottnak a legszűkebb közönsége sem a maga egészében. De ettől függetlenül azok a jelenségek, amelyeket az európai sajtó, vagy akár a magyar sajtó is kiszúr, azok léteznek. Hogy nem lenne feladata, tudom, hogy nem az MLS illetékese, de mégis az egyetlen sportnapi lapunk főszerkesztője. Hogy azzal kapcsolatban valamilyen programot kezdeni, hogy egyáltalán nem sikk dolog tahónak lenni szurkolás közben, érzéketlennek lenni elpusztított magyarokkal, és így tovább. A lefotózott horogkeresztes tetoválásokat nem utólag photoshopolta senki oda. Vagy akár csak mondok más, hogy ne a holokauszt legyen a téma. Engem kifejezetten érzékenyen érint, és mérhetetlenül gyűlölöm, és ez most is a mostani vonulásokban is előfordult, amikor egy ilyen önhergelő, vicces nótának fogják fel a ledarálunk minden román csecsemő rigmust. Holott nem az, ha valakinek gyereke van, és most még a románt hagyjuk is, bár egyébként nem kéne, de hogy lehet ilyet? Ez miért nem lehet valahogy valamilyen maga erőteljességében minden ilyen felületen sugározni, ezt nem kéne? Ha valamiben egyetértünk, akkor abban biztosan, hogy én is viszolygok a verbális és a tényleges fizikai erőszaknak minden formájától. És egyáltalán nem gondolom azt, hogy a futballnak óhatatlanul velejárói kellene, hogy legyenek ezek a dolgok. Még akkor sem, ha nagyon sok nemzetközi példa bizonyítja, hogy nagyon sokszor azért velejárói egyrészt. Másrészt viszont arra is nagyon kell vigyáznunk, hogy ne legyünk sem álszentek, sem pedig ne gondoljuk azt, hogy éppen a futballpályán kellene a szólásszabadságot olyan mértékig korlátozni, hogy olyan egyébként a fülünket óhatatlanul bántó és sértő rigmusokat be akarunk tiltani, amelyek egyébként az alkotmány alapján beleférnek a szólásszabadság kereteibe. Nem akarok most ebben hosszan elmerülni, Koltai András rektor úr nagyon sokat publikált erről, hogy adott esetben az UEFA szabályai sokkal szigorúbbak, mint mondjuk az adott ország, akár Magyarország alkotmánya, tehát olyas valamiért büntetnek. Koltai Andrásról, Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektoráról volt szó. Igen, zárnak be futballpályákat olyan megnyilvánulások után, amelyek egyébként az adott ország törvényei szerint még beleférnének, de az UEFA-nál már nem férnek bele.
nem akarom elkenni a felelősséget, amikor azt mondom, de mégiscsak így van, hogy nincs olyan nagy létszámú szurkolótábor a világon, amelynek ne lenne egy valamekkora kisebbsége, amely szélsőséges, ilyen vagy olyan szélsőséges eszméket vall és hirdet. Azt is azért elmondanám, hogy a tragédiába torkolló nagy szurkolói rendbontások, erőszakos cselekmények azért nem Magyarországhoz kötődnek, hála Istennek. Tehát amikor Nyugat-Európában is már azt mondták, hogy ez nem mehet tovább, az mondjuk akkor volt, amikor a Heidel stadionban falhoz nyomtak, meg halára tapostak, azt hiszem 39 szurkolót, és Angliában is több hatalmas katasztrófa hívta fel arra a figyelmet, hogy valamit változtatni kell, és sikerült is sok mindent megváltoztatni. Hozzáteszem, a magyar futballban, ahol ráadásul még a Kádár rendszerben is egyfajta ilyen telepként használták a futballpályát, és majdhogy nem közvélekedés egyetértett abban, hogy a futballpályán azért ki lehet mondani bizonyos dolgokat. Tehát ez a fajta történelmi hagyomány sem tesz jót az ügynek, de azért el kell azt mondani, hogy onnan, és megint csak kénytelen leszek emlékeztetni rá, hogy akkor is Gyurcsány Ferenc volt a sportminiszter, amikor 2003-ban az utolsó bajnoki fordulóban a közönségbe özönlött a pályára a Ferencváros Debrecen mérkőzésen, és a fradi szurkolók még a saját játékosaikat sem kimélték, egyiket másikat fizikailag bántalmazták, meg az ellenfél edzőjét is. Sokan emlékszünk ezekre a borzongató, hogy nem is tudom, vérfagyasztó képekre. Tehát, hogy onnantól, amikor ilyen dolgok történtek a magyar pályákon, azért eljutottunk oda, de hogy... Fél éve lehetett Gyurcsány Ferenc akkor sportminiszter. Igen, ez éppen fél évvel volt több annál, mint ameddig kellett volna, hogy legyen, vagy ez nem tudom. Ez önvéleménye, de... tiszteletben tartom, de... Akkor egyébként... Volt ilyen Deutsch Tamás sportminisztersége alatt is, az ő munkásságát némileg jobban ismerem, de hát azért amikor a városban estek egymásnak az Újpest és a fradi szurkolók... Azokat a bizonyos beléptető kapukat, amelyek már évtizedekkel ezelőtt lehetőséget biztosítottak volna arra, hogy azonosítsuk a szurkolókat, amiért aztán éppen Kubatov Gábort támadták iszonyatos vehemenciával jogvédők is, hogy a rendkívül rosszul hangzó, tényleg rossz akusztikájú vénaszkennert miért alkalmaz és miért csorbítja ezzel a szurkolók jogait. Tehát például Deutsch Tamás erőteljes lépéseket tett abba az irányba, hogy igenis kontrollálható legyen az, ami a lelátón történik, és ne történhessen következmény nélkül olyasmi, ami történt. Mert valahogy egy törvényen kívüli hely volt a futballpálya. Még jól emlékszem, Szilvási György, aztán a miniszter volt, vagy államtitkár szavaira, hogy nincs semmi baj a törvényekkel, jól van ez így, tehát valamiért ez is része volt ennek, vagy megint nem magyar példát hozzunk, amikor a szlovák rendőrök összeverték a magyar szurkolókat Pozsonyban, az is egy olyan jelenség volt, ami csak ebben a rendszerváltás utáni káoszban volt elképzelhető, mert azért az lehet, hogy éppen ellentétes előjellel, de az se volt normális dolog, hogy ilyen bandaháborúra emlékeztető módon avatkoznak be a rendőrök a szurkolók ellen. Szóval szerintem ha ezeket a képeket felelevenítjük magunkban, akkor azért sokkal jobban nézünk ki ma, és nem csak az EB meccseket akarom mondani, ahova kimondottan a gyerekeiket vitték az emberek, hogy életre szóló élményt szerezzenek nekik, de talán a megújult eleve sokkal kulturáltabb környezetet jelentő stadionokban szerintem nem általános már, még hogyha természetesen nem is akarom azt állítani, hogy ne lennének minősíthetetlen hangok vagy bekiabálások, de azért nem általános már a verbális és a fizikai erőszak. Nem is erre akartam az egészet kérdezni, egy konkrét példát mondtam, és az ezzel kapcsolatos üzenetet hiányoltam elsősorban, de ezt majd igen, akkor... Igen, ott meg azt érzem méltatlannak, hogy ott volt a stadionban 61 néhány ezer ember. Az volt az általános élmény, hogy ez egy fantasztikus délután volt. Százával láttam azokat a fotókat a közösségi média felületein, ahol magyar és a francia szurkolók együtt készültek a meccsre, énekeltek, fotózkodtak, barátkoztak. És akkor másnap egy holland hírportál bedobta azt, hogy itt valamilyen rasszista bekiabások voltak, amik megzavartak a francia játékosokat, akik egyébként maguk táfolták ezt a
a francia válogatott következő sajtótájékoztatóján, tehát nem állítom, hogy nem voltak minősítetetlen alakok, vagy bekiabálások a meccsen, meg tetoválások, de azért azt gondolom, hogy 60 ezer néző között, ahol egyébként egy létező szubkultúra az ultráknak a világa, akik azért mindig is sodródtak az szélsőségek felé, nem csak Magyarországon, sok felé, hagyományosan. Ott talán méltatlan az, ami most a nyugat-európai sajtóban történik, hogy a franciák elleni egy-egy után, amikor nem tudják azt mondani, hogy fölösleges volt a magyar futballfejlesztés, mert lám semmi eredménye, akkor elkezdik azt mondani, hogy igen, de viszont volt két rasszista bekiabálás. Értem én ezt, és nem akarom ezt tovább regasztani. Úgy kezdtem a kérdésemet, hogy nem szeretem, amikor ámblók náciznak le teljes közösségeket, teljes társadalmi csoport. Így kezdtem. Én ezt értem, csak hogy ha egyszer valamit kritikai ér, akkor ne arról kezdjünk beszélni, amit mondjuk részemről nem ért. Én csak pontosan, csak és kizárólag azokról beszéltem, akikről beszéltem, de szerintem ezt folytatni tudjuk. Nagyon szépen köszönöm Szőlősi Györgynek, hogy válaszolta a kérdéseimre. Jó szórakozást estére. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Haló, itt vagy velem? Náté? Igen, itt vagyok. Na, a Nemzeti Sport főszerkesztőjével szerepeltél egy műsorban, ezt el fogod mondani majd a unokádnak, nem? Így van. Hogy egyébként mi erről a véleményed, erről a fajta, a pont ahol megakadtunk, és hogy én beszélő viszonyban vagyok magyar szurkolókkal, főleg amikor anyázó leveleket szoktak nekem írni, mert valami nem tetszik, és azt megjegyzem, és erre egyébként én szoktam válaszolni, és akkor kiderül, hogy lehet velem beszélni, akkor pont ezt a ledarálunk minden román csecsemőt szoktam említeni, hogy szerintem ilyet jó érzésű ember senkivel kapcsolatban nem mond, és akkor ilyen dünnyögés szokott lenni a válasz, hát jó, de. Hogy nem, neked se jó érzés ezt hallgatni feltétlenül, nem? Hát nem, viszont sajnos azt kell mondjam, hogy ez engem nem lett meg. Tehát én 7 éves koromtól kezdve foci közegében szocializálódtam, és nem ezt valamennyire normalitás volt ezek a szociálizói terminusai, vagy ez a rikálások, vagy ezek a kisebb rasszizmus beszólogatások, és egyszerűen sokáig nekem ez nem tűnt fel, hogy ez nem normális. Tehát aki ebben nő bele, az nem fogja fel ennek a jelentőségét. És lehet, hogy ma is egyébként rengeteg szurkoló van, aki buzizik a focipályán szurkolóként. Szabadságtéren nézte a meccset, egy ilyen órát mögöttem, de hogy ezeknek egy része, egyrészt tényleg nem szabad általánosítani a teljes szurkolói kört, de ezeknek egy része, aki ilyeneket kiabál, még ezt sem gondolja komolyan. Ettől függetlenül elképesztően bántó. Csak ez arra akarok utalni, sajnos, és tényleg a világ minden táján benne van. De ez nem olyan dolog, amit ne lehetne kigyomlani. Tehát nekem sem bírta már a gyomrom, megmondani őszintén. Pedig én azért ezt sokat hallottam. Igen, ez van. Kellér Dezsőnek volt a 60-as években egy ilyen konferencié, ami arról szólt, kimentek tüntetni, amikor talán nem is a 66-os VB-ről, elbír kieste, igen, belgákkal szemben kiestek a magyarok, és akkor azt mondta, hogy érdekes módon akkor egyszer sem mentünk kitüntetni, amikor egy rossz könyv megjelent, pedig kimehettünk volna. Nagyon érdekes, hogy beszélgetek egy íróval, oké, rendben, fociedző is, és nyilvánvalóan meghatározzák az egyéb vendégek is, de valahogy mindig a Harari-tól elcsúszunk a foci irányába. Valahogy, minthogyha... És egyébként szerintem ez egyébként kritikája az irodalmi életnek is. Valahol. Hát... Valóban igen. A fociban mindig történik valami, arra végtelenség lehet beszélni. Tehát amikor én arra lyukadok ki, hogy megreked majd egyszer valahol a gondolkodásom, akkor a meccset le lehet ülni, mindig nézni, és ahogy elhangzott a mai nap, hogy a labda az mindig kerek, és ott mindig történik valami, ami lehet vitázni, egy folyamatos jelenbeni jelen idő. De még egy anekdotát én is hadd meséljek el, tehát egy visszatérve a szurkolói megnyilvánulásokhoz. Annak idején egyetemi csapatban futsaloztam, és játszottunk első osztályú magyar csapat futsal csapata ellen. Szijjártó Péter ott volt valahol a környéken? Nem volt ott, nem volt ott a környéken, de egy nagyon
szépen megtelt csarnokban játszottunk, és nagyon boldog voltam, hogy így megtelt, mert egyébként inkább a jót hozta ki belőle, mint a rosszat, és az egyik legjobb barátom ott ült a leláton, és meccs után elmesélte, hogy így mi mindent segeztek így nekem az ultrák, a szurkolók, tehát hogy a félhosszú haj, az, hogy én vagyok a másik csapat játékosa, nem részletezzén, tehát igen, ezt játékosként is elszenvedi az ember. De hogyha én abban a csapatban játszok, ahol ők szurkolnak, akkor meg én vagyok az istenük. Hát ráadásul amúgy is hasonlítasz Jézus Krisztusra valamelyest. Most jó. Már főleg, ahogy szőrösödöm egyre jobban, hosszabb a hajam és itt tovább. Azt akartam mondani még, hogy oké, rendben, térjünk vissza kicsit az irodalomra, és aztán itt fejezzük is be, csak hogy azért hoztam ezt valahogy ide, mert amikor folytattam itt beszélgetést, valakivel utána te rám írtál, hogy az írótársad milyen jól megkerülte a kérdést a magyar irodalmi élet belterjességére vonatkozó kérdéssel kapcsolatban. Igen. Hát gondolom, akkor neked ezzel kapcsolatban van mit mondanod? Hát abszolút van. A legsúlyosabb tapasztalat ezzel kapcsolatban, hogy mivel elképesztően kicsi ország vagyunk, ahhoz képest, hogy mennyi írónk van, de ezt gondolom máshol is így van, csak míg arányaiban egy 10 milliós vagy mondjuk így 8,6 milliós országon megjelenik egy könyv 2000 példányszámban, azt be lehet szorozni mondjuk az amerikai Egyesült Államokbeli 330 millióval, hogy az mondjuk arányaiban így nézzük, akkor mit jelent ott egy írónak és mit itt, és ebből adódik a tapasztalat, hogy itt egyszerűen sokunknak az az élménye, hogy jóval előrébb való a kapcsolat, mint maga a teljesítmény. És itt persze lehet keserűséggel vádolni bárki, de sajnos ez így van. És ott szó volt ugye abban a beszélgetésben az író szövetségekről, én nem erre helyezném a hangsúlyt, hogy őreik utalnék, egyáltalán nem erről van szó, hanem így utána így, amikor az ember tovább szeretne lépni. Hát és? Igen. Tovább szeretne lépni is. És kicsit, mintha magára lenne, vagy legalábbis a kapcsolataira lenne utalva. Azért ez, a belterjesség az erre vonatkozik, hogy meg kell beszélni valakivel a paprikás krumpli receptjét, miután elmondanám, hogy emlékszem erre vonatkozóan, egyetemista koromban voltam egy eszterházi beszélgetésen, és én nagyon naív kisfiú gyerek voltam, és oda mentem hozzá dedikáltatni, és a végén mondtam neki, hogy na, hogy bedobom neki, hogy amúgy én is írogatok, és erre így elkerekedett szemek ki egy annyit választott, hogy na. Tehát, hogy így nem kell, hogy magyarázzon szerintem, tehát, hogy mindenkinek ez a normalitás, hogy ez így működik. Hát nem tudom, szerintem akkor innen folytatni fogjuk holnap Puskás Panni, valakinek most jelent meg kötete, és hogy neki erről mi a véleménye. Köszi szépen, hogy velem voltál, köszi szépen, hogy beszélgettünk, és akkor holnap lehet velem legközelebb találkozni Makai Mátéval, meg valahol nyilvánvalóan a városban.